Mondd el nekem, légy szíves, hogy a ti tanításotok és ismeretetek szerint, amitől már nem tud visszatérni az életbe, tehát nem klinikai, hanem biológiai halálról beszélünk. Hogy folytatódik a lélekút? Nagyon érdekes kérdés, és nem csak vallási szempontból megközelíthető ez, hanem vannak nagyon érdekes reinkarnációs emlékkutatások. Kitérek erre egy pillanatra, ha megengeded. Volt egy Ian Stevenson nevű amerikai pszichiáter, sajnos néhány éve meghalt, vagy ahogy én szoktam fogalmazni, elhagyta a testét. Lehet, hogy te is szoktál így fogalmazni. Igen. És már nem tért vissza. De 40 éven keresztül az életében módszeresen kutatta gyerekeknek az előző életre vonatkozó emlékeit. Ugye néha előfordul, hogy gyerekek nagyon muníciózusan, rendszeresen emlegetnek egy előző személyiségüket. Igen. Én itt és itt éltem, így és így hívtak, ilyen és ilyen családban voltam, és néha a szülők ezt komolyan veszik, amikor már a gyerek nagyon sok részletet mond, és rendszeresen erre kitér. Ez a Stevenson nevű pszichiáter azt tette, hogy elment azokra a helyekre, amikről a gyerekek beszéltek, mint előző lakhelyük, mint előző országuk, előző családjuk. Egyetlen egy példát említek meg. Volt egy Sukla nevű kislány, aki 4 éves korában módszeresen azt mondta, hogy egy onnan egyébként több ezer kilométerre lévő faluban élt. A szülei és Ian Stevensonnak a segítségével elmentek abba a faluba, és kiderült, hogy valóban élt ott egy olyan nevű személyiség, akivel a kislány azonosítja magát, mint előző életbeli énje. Ő emlegette a korábbi családtagjait név szerint, egy 30 fős társaságba összehívták annak az előző személyiségnek az ismerőseit, családtagjait, úgyhogy 30 rokona volt a kislánynak, előző életben 30 nem. És a kislány név szerint megnevezte, ez volt a férjem, ez volt a lányom, ez volt az, mindenkire ráismert. És olyan részleteket árult el a családi krónikából, amiről a családtagok elpirultak. És Stevenson nem csak egy ilyet, hanem közel 2000 ilyen esetet vizsgált ki, vaskos kötetekben és tudományos tanulmányokban publikálta ezeket. A kollégái azt mondták, hogy ha mi ezeket a kutatásokat igazán alaposan megvizsgáljuk és komolyan vesszük, ez akkora változást hozhat a világnézetünkben, mint Galilei. Stevenson a 20. századnak a Galileije, akit még nem ismertek fel teljesen.